Az Úr pedig meglátogatta Sárát, amit megmondta, és úgy cselekedett vele, amit megígérte. Mert Sára fogant méhében, és fiút szült Ábrahámnak az ő vénségében, abban az időben, amelyet mondott neki Isten. Ábrahám az újszülött fiát, akit Sára szült neki, Izsáknak nevezte, majd körülmetélte 8 napos korában, ahogy Isten parancsolta neki. Ábrahám pedig 100 esztendős volt, amikor a fia Izsák született. Ekkor azt mondta Sára, nevetést szerzett nekem Isten. Amikor a gyermek felnövekedett, elválasztották. Ábrahám pedig nagy vendégséget szerzett azon a napon, amelyen Izsákot elválasztották. Az Ábrahám életében nagy részt vett ki a várakozás. Sok évig várta azt, amíg az Isten beteljesíti azt, amit megígért neki. E történetnek egy nagy témája a várakozás, a másik nagy témája pedig az öröm, a boldogság, a nevetés. Bizonyára Isten örült annak, amikor Izsák megszületett, és örült és boldog volt akkor, amikor Betlehemben megszületett az Úr Jézus. Azon a napon örült Sára is, ahogy olvastuk. Nagy nevetést vagy boldogságot okozott nekem az Isten. Sára fogja a boldogság napján a karjaiban az Isten ajándékát. Fogja és magához veszi az Isten kegyelmét, mert nagy boldogságot okozott neki Isten. Az Isten nagy boldogságot és örömet okozott nekünk akkor, amikor megszületett az Úr Jézus Krisztus. A betlehemi gyermek egy nagyon nagy ajándék ennek a világnak. Természetesen örült az apu is, örült az Ábrahám. Úgy olvassuk, hogy nagy vendégséget szervezett akkor, amikor Izsákot elválasztották. És ez a lakoma, ez a vendégség annak a bizonsága, hogy Isten örömet okozott Ábrahámnak. Beteljesítette azt, amit megígért Ábrahámnak. 100 éves korában eljött az az idő, advent, a várakozás ideje. Az Úr Jézus megígérte nekünk, hogy újból visszajön erre a földre. Nem mondtam itt pontosan, hogy mikor történik ez. Ezért mi várunk. Ezért adventben vagyunk. Várjuk azt a napot, amikor Isten beteljesíti ezt az ígéretet. Ezekben a nehéz napokban szól újból az az ének, amit az angyalok énekeltek. Ne féljetek, mert hirdetek nektek nagy örömet. És ez az öröm nagy lesz az egész világnak, mert megszületett Dávid városában a Mesiás. Ebben az adventi időben kívánok mindenkinek, azoknak is, akik boldogok, de azoknak is, akiknek az életükben nincs ott a boldogság, nincs ott az öröm, nincs ott a szeretet, azoknak, akiknek fáj, ahol nincs remény. Kívánom azt, hogy jegyezzük meg, hogy nem a fájdalomnak lesz az utolsó szava, hanem a Krisztus Jézusban megszületett szeretetnek lesz az utolsó szava. A saját és a Komáromi Baptista gyülekezet nevében kívánok önöknek békés, boldog és áldott adventet.